Szakmunkás bizonyítványukat vették át a rekonstrukciós és műemléki festők, mázolók pénteken a festők napján. Az országban egyedülálló képzést csak Pécsett kaphatják meg az érdeklődők a Pollák Mihály szakgimnáziumban. Pénteken 11 végzőst köszöntöttek, de egy másik eseményre is sor került a tanműhelyben. Az Országos Festőipartestület, az Országos Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécsi Szakképzési Centrum együttműködési megállapodást köt. Ez mit is szolgál? Ez pontosan azt szolgálja, hogy az például az idejövő diákok, vagy az itt végzett szakemberek számára olyan lehetőségeket, olyan plusz képzéseket, olyan plusz pályázati programokat tudjon biztosítani, amik számára sokkal könnyebb lesz esetleg a jövőbeni pályájuk. Az iskola tanára is egyben a szervezet regionális vezetője. Így a folyamatos szakmai fejlődés, a legújabb anyagok, technológiák megismertetése a napi oktatás része lesz az intézményben. Az együttműködés a térség munkaadóinak pedig jól képzett szakembereket jelent. Minőségi munkavégzés egyre jobban felértékelődik. És ehhez megfelelő oktatás, megfelelő anyagok, megfelelő oktatási anyag, emberanyag, és akaratok kellenek. Én úgy gondolom, hogy ha ez a hármas fogat megvan, akkor, és nem hal el, ha személyek akarják, akkor ez az önszerveződésnek egy magasabb foka. Ami versenyelőnyt jelent az iskolának, a szakmának, hiszen hiány szakma a festő, mázoló is, mondja az alelnök. A bizonyítványosztás és az együttműködési megállapodás mellett szakmai partnerek mutatták be termékeiket a festők napján.